Sziasztok! Most erről az igazán exkluzív helyszínről szeretnék bejelentkezni, és megmutatni nektek, hogy hogyan működik a bidé, illetve nekem mik a tapasztalataim, mert én már lassan 10 éve használom, és az a tapasztalatom, hogy országszerte elég rossz az ismertsége, illetve az elfogadottsága a fenékmosó bidéknek. Bár nekem elég jók a tapasztalataim, ezért gondoltam, hogy bemutatom nektek, hogy hogyan működik. Ez egy úgynevezett elektromos bidé, ami azt jelenti, hogy kapcsolósor van rajta, a gombot megnyomva hozzuk üzembe a fenékmosó funkciót, illetve egybe van építve egy ülőkével. Én ezt a bidét már 10 évvel ezelőtt vásároltam, azóta használom, én sem vagyok egy kis darab ember, tehát nagy megterhelést kap, mégis az ülőke annak ellenére még mindig egybe van, egy picit a gumitalpai szétnyomottak, de nem tört szét, nem ment tönkre, és van benne lecsapódás elleni védelem is, ami már az alsóban kevésbé, a felsőben egy kicsit még jobban működik, de még mindig működik, ami a legtöbb piaci ülőkéről gyakran nem mondható, mert pillanatok alatt tönkre mennek. Tehát ebből is érezhető, hogy egy jó minőségű készülékről van szó. Egyszer én szétszedtem, belülről is láttam, valóban elég normálisan összerakott minőségi alkatrészekből áll. Egyetlen nagy hibája, hogy ez már le van törve, itt hátul eltört, mert eredetileg valahogy így áll. Ez annyira közel van az ülő részhez, hogy közvetlenül mellette van. Na most lehet, hogy a 60 kilós embereknek ez nem jelent gondot, de nekem igen. Mindig kapott egy terhelést, amikor leültem. Most már nem kap terhelést, mert elérte a végállást, így most már elférek. Igaz, hogy itt letört, de működik. Azóta is, nagyon régóta, vagy 5 éve így működik. Úgyhogy nincs gond. A fólia kapcsoló, az hát idővel szétkopik, de működik. Tehát itt van az elektromos kapcsolósor. Mint látható, a bekapcsoló gombnak a fóliája már szétment, mert ezek a fóliák idővel rizegek lesznek, és így széttörteznek, de maga a gomb az még gyönyörűen működik. Nyilván a intim mosó, mivel csak én használom, ez nem kopott el. Van benne egy ventilátor, ennek is lehet állítani a hőmérsékletét. Ez most fúj, nem látni, ide tehettem volna valamit. Mit? Mondjuk egy WC papírt. Tehát fúj a ventilátor, lehet állítani, hogy milyen meleget fújjon, nagyon meleg, normál, illetve kikapcsolni. Ezzel meg lehet szállítani. Ezt én nem szoktam használni, mert mosás után én WC papírt szoktam használni, nekem az vált be, úgy akkor garantáltan meg tudom állapítani, hogy sikerült-e a mosás megfelelően. A magának a mosóvíznek van egy hőmérséklet beállítója. Én ezt középen hagytam, nekem úgy találtam jónak. Illetve van egy ülőke fűtés, amit ha bekapcsolunk, akkor melegíti az ülőkét. Ez valami zseniális találmány, amúgy ezt nagyon tudom még ajánlani, főleg a téli napokban. Akkor található egy fírelé itt. Ez egy életvédelmi relének is mondhatjuk, ha valami feszültség, ugye vízes eszközzel dolgozunk, ha valami feszültség nem stimmel, akkor lekapcsol. Hát és akkor nézzük a működést, elindítom a fenékmosó funkciót, ki fog jönni egy kis fúvóka, majd ide teszem a kezem most, mert azt azért nem akarom, hogy minden csurron vízes legyen. Azzal a fúvókán keresztül spricceli fel a vizet. És hát egy kicsi időt, ha hagyunk neki, akkor nagy eséllyel jól megtisztítja. Thank you.
saját a tapasztalataimról pár szóban. Hozzá kell szokni a használatához, az kétségtelen. Eleinte furcsa érzés, hogy felspriccel a víz, de szerintem hamar megszokható. A használatát ki kell tapasztalni. Nekem úgy vált be, hogy egy kicsit mocorgok rajta, egy kicsit igazgatok, hogy a vízsugár eljusson mindenhova, és hagyok neki időt, mert kell egy kis idő, mire rendesen letisztítja a fenekét az embernek, és próbáltam ezt a megszárítós, meleg vízzel hajszárítós funkciót is. Sok idő, tehát most üldögélek ott még egy-két percig, amíg megszárítja, lehet, hogyha valakinek mondjuk nagyon sebes a feneke, mondjuk egy hete hasmenése van, de vécépapírt szoktam használni, gyakorlatilag a vizet töröm le vele, illetve hát ellenőrzöm, hogy tiszta-e a vécépapír, tehát sikerült-e a fenékmosás. Hát a tapasztalataim, azok főleg higiéniai tapasztalatokkal kapcsolatosak, mert sokkal jobban meg lehet tisztítani az ember fenekét egy bidével, mint egy vécépapírral. Az olyan, mintha csak kezet törölnénk vécézés után, és nem mosnánk meg, egy kicsit olyan érzés, főleg most már, hogy hozzászoktam. További tapasztalataim az mondjuk a vécépapír felhasználással kapcsolatos, ami így nyilvánvalóan csökkent, mert hát sokkal kevesebb vécépapírt használok. Nyilván, amit az ember megkeres a réven, azt elveszíti a vámon, vagy fordítva. Tehát itt, ami veszteség van, az főleg elektromos, mert ezt a vizet melegíteni kell, ami persze nem kötelező, de azért ajánlott. A vízfelhasználás és az áramfogyasztás nem egy jelentős kiadás, szerintem nyugodtan meg lehet vállalni. Körülbelül a vécépapírra, majd lehet, hogy pariban is felezik egymást, és pont nullá lesz az üzemeltetése. Annyi, hogy maga a készülék nem túl olcsó. Ez, hát, azt 10 évvel ezelőtt vettem, EasyBead márkájú készülék. Ha tönkre menne, ugyanilyet vennék, megmondom őszintén, bevallom, de nagyon jól bírja, úgyhogy biztos vannak mások a piacon, és a mechanikus típusokat nem igazán ismerem. Lehetséges, hogy tökéletesen jól működnek, azok is sokkal olcsóbbak, de magát a bidét viszont tudnám ajánlani nektek. Ami még van, ugye a másik típusú bidé, ami nem víznyomás jön ki belőle, hanem gyakorlatilag van még egy ilyen kerámia, át kell ülni rá, és gyakorlatilag nem áll másból, csak egy csapból, itt hátul, amit ha megnyitunk, akkor folyik a víz. És akkor úgy, mintha fürödnénk, a kezünkkel ki tudjuk mosni a fenekünket. Hát ez egy átlagháztartásban szerintem nem túl rentábilis, mert egy, nincs két WC ülőket, tehát nincs is hely két WC-nek. Meg hát nem új házat építünk, hanem a régibe, helyezzük be a bidét, és ott egy WC van. Akkor reálisan egy WC ülőkével tervezünk. Kettő. Az a típus, az a nagy probléma, hogy a kezünkkel kell ezt a műveletet megtenni. Ami éppen nem tragédia, mert este a fürdőkádban, vagy az zuhany alatt is megtesszük, de ha nem muszáj, akkor inkább ezt kerülném. Viszont akit mondjuk a vízsugár zavar, mert kellemetlen neki, az annak azt a másik típust tudom ajánlani. Még annyi, bár ez valószínűleg sok embert nem érdekel, hogy bekötni annyiból összetett, hogy kell neki egy dugajzat, egy 230 dugajzat, illetve kell neki egy víz kapcsolat. Tehát a hálózati vizet be kell kötni. Onnan adagolja magának automatikusan a vizet. Most ez általában nem gond, mert azért a WC-ben jelen van a víz, illetve kell neki egy áram, ami esetleg egy kicsit nagyobb gond lehet, ez helyszín függő, mert az áramot akkor be kell vezetni a WC-be, mert általában csak villanykapcsoló szokott lenni, és azt szokott üzemelni. Azt hiszem, nem tudok többet elmondani erről a témáról. Köszönöm, hogy meghallgattatok!